Nem kis Pista, hanem Banános Joe. Ott vagyok rajta a képen, nézze meg. Banános Joe. Igen, értem. Ki ne emlékezne az óriás mackó termetű Bud Spencerre és a valószínűtlenül kékszemű vézna Terence Hillre, és persze a pofonjaikra. A Spencer Hill Fesztivál éppen azokat szólítja meg, akikre óriási hatással volt a két figura. Micsoda férfi! A szervezők 5 évvel ezelőtt azért hozták létre a fesztivált, hogy mindazok, akik számára meghatározóak a két pofongép filmjei, valahol egymásra találhassanak, és pár napig különféle vetélkedőkön mérhessék össze erejüket. Magyarországon nagyon népszerűek ezek a filmek. Ez sok dolognak köszönhető, többek között a többi országokban lévőnél sokkal jobb szinkronnak is. És ez a népszerűség, ez hát szerintem magával hozta azt, hogy itt kell tartani egy fesztiváltól, találkozhatnak ezek az érdeklődők, és egymással beszélhetnek, idézgethetnek, viccelődhetnek, belecsöppenhetnek ebbe a millióbe. 3, 2, 1, stop! Vasárnap banánemelő versennyel kezdődött a nap. A legerősebb ezzel a Buddha Vándor kupával lett gazdagabb. De nem csak ezért volt érdemes itt eltölteni az időt. Black kapitány például csak erre az alkalomra utazott haza külföldről. Gyerekkorom óta már mindig ezek a filmek mindig olyan szinten szórakoztattak, hogy ez a gyerekes rajongás, ez még megmaradt. És így most is beleélem magam újra, az a gyerek vagyok, és így baromi jó. Annak ellenére, hogy a hétvégén nem igazán hozott jó időt, sokan ellátogattak a fesztiválra. Talán azért is, mert ők tudják, csak a Puffinnek várad erőt és mindent lebíró akaratot.